Sorra dőltek meg a melegrekordok a hónap elején. Székelyudvarhelyen például olyan nap is volt, amely egy több mint 40 évvel ezelőtt mért hőmérsékleti rekordot szárnyalt túl. A december folyamán, valamint január első heteiben lehullott csapadék mennyisége is igen kevés volt, mely az ivóvíz készlet megcsappanása mellett leginkább a mezőgazdaságot fenyegette. Ugyanakkor a szakemberek a hótakaró hiánya miatti károktól is tartottak. Egy hirtelen érkező fagyhullám teljesen tönkretehette volna az őszivetést. Gyakorlatilag csapadék nem volt az egész megyébe. December és január 20 napja végig száraz volt, és enyhe. Plusz jött ez a hóréteg, hogy így a vetések védve vannak, szerintem fagykár nem lesz. Egyéb bajok esetleg lehetnek majd aztán hópenész, vagy valami a hótakaró alatt. Túl sok puha hó van, és olvadozik alatta, akkor esetleg egyéb bajok lehetnek, de a fagykártól megmentődtünk egyelőre. Hóréteggel pedig mínusz 30 foknál sincs gond. Egyébként a hétvégi jelentős mennyiségű havazás után a héten még várható csapadék, szerdán újabb ciklonhatása várható, főleg a déli, délkeleti országrészben, ami az elmúlt hétvégéhez hasonló jelenségeket hozhat a térségben. Azt követően jelentős mértékben lehűl a levegő, mínusz 10-15 fok alá, ám a napokban kialakult hóréteg megóvja a kicsirázott terményeket a fagytól. A meteorológusok szerint február 4-e környékén kicsit megenyhül az idő, a legalacsonyabb nappali hőmérsékletek mínusz 5 fok körül alakulnak. Azt követően február 4-e és 13-a között újra lehűlésre számíthatunk, ezzel nagyjából vége is lesz a kemény télnek a meteorológusok szerint.